A Központi Statisztikai Hivatal időmérleg diagramáján citromsárgával látható a magyar lakosság alvás rutinja. Ebből kiderül, hogy általában este 10 és reggel 6 között alszunk. A fennmaradó időt a legtöbben munkavégzéssel töltik, és hasznos szabadidő eltöltésére csak késő délután és kora este kerül sor. Magyarország jelenleg a GMT plusz 1 időzónát használja, azaz a Greenwich nulla ponthoz képest 1 óra pluszban vagyunk. Jelenleg óra átállítással igazodunk a természetes fényviszonyokhoz. Szakértő álláspontja, hogy bár az óra átállítás felborítja a szervezetünk működését, megfelelő felkészüléssel csökkenthetőek a káros hatások. Most ugye 2021. október 31-én éjjel 3 óráról 2 órára visszavesszük a fizikai külső óránkat, ami jelent egy biológiai belső órabeli más működést. Ilyenkor gyakran előfordulhat az, hogy alvászavar, fáradtság, depresszív hangulat, ingerültség, az étvágyjal kapcsolatos vagy emésztési problémák, és ugye a szervezetnek időt kell adni ahhoz, hogy átálljunk erre a folyamatra. Szakemberek, orvosok szokták mondani, hogy ez 4 és 14 nap közötti intervallumot is tekint, és hogyha az én szakmámat nézem, az egészségfejlesztő mentálhigiénikus azt mondja, hogy az ember egy bio-pszicho-szociális, és kinek meggyőződése szerint spirituális lény. Tehát, hogy így holisztikusan egészben nézzük, akkor mindenképpen a biológiai funkcióink valamelyest változnak és váltakoznak. Az óraátállítás jobban megviseli ez az őszi időszakban az időseket, a csecsemőket, valamint nagyon fontos tudni, hogy a kardiovaszkuláris betegséggel küzdő, tehát szívérrendszeri betegséggel küzdő embereket. Magyarország 1980-ban vezette be a nyári időszámítást, elsősorban gazdasági, energiatakarékossági szempontokat mérlegelve. Az elmúlt években megváltozott az országok energiafogyasztása, így mára az óraátállítással nem lehet jelentősen takarékoskodni. Az Európai Parlament az óraátállítás megszüntetése mellett döntött tavaly, de a tagállamokra bízta a választást. Egyenlőre az biztos, hogy most vasárnap hajnalban 3 órakor 2-re kell átállítani az órákat. Így a hétvégén visszanyerjük a tavasszal elvesztett 1 órát. A szakember szerint, ha tudatos magatartással alakítjuk ki az időbeosztásunkat, több mindenre marad időnk. Át kell programoznunk a napunkat. Van, amikor ugye zavarja az embert, hogy reggel, úristen, még 6-kor, 7-kor milyen sötét van, 4 órakor már sötét van. Valamit át kell tudni tenni, és ez működik. Nem egyik napról a másikra, folyamatosan, szisztematikusan, mozaikként összerakva a saját és családunk életét, és én ebben rendületlenül hiszek. Tehát a közösségi programok, a munkaidő mellett párhuzamosan heti 1-2 rendszerességgel akár a mozgás megvalósítható, illetve nagyon fontos, hogy a családbarát munkahelyeket is támogassuk minden helyzetben, azokat a szolgáltatásokat, amikor a munkaidőn belül is akár tudunk olyan tevékenységet végezni, ami az egyén és a szervezet jól létét szolgálja. Nekünk ilyenek például a belső tréningek, azok a fejlesztések, amelyek 1-2 órai etapban hozzá vannak adva egy folyamathoz. Ezek hangulatilag is aktivitásban nagyon nagyban támogatják az egyénnek a well-being-ét, tehát a jól létét. Az óraátállítás negatív hatásai elkerülhetőek vagy enyhíthetőek, ha fokozatosan módosítjuk az étkezések, felkelések és lefekvések idejét, mindig csak 15 perccel előrébb hozva azokat. Ha már előzetesen is belekezdtünk az óraátállítás előtt néhány nappal, az átállás kevésbé lesz megerőltető, és jobban elviselhető válik a szervezet számára.